Jó napot kívánok! Következzék mai műsorszámunk, ami nem más, mint az Ageof Empires 2 HD Edition. Ez, na jó, ez a verzió, amiben ilyen mindenféle ulumbului népeket beleraktak. Ilyen, nem tudom, hogy most ez hivatalos vagy rajongói, de szerintem először rajongók kezdték el csinálni a Forgotten Empires-t, és utána megvette a Microsoft. És az meg kiadta hivatalosan. De megyek inkább a klasszikus népekkel, Japán az nekem tökéletes, majd de vannak állítva a dolgok. Black Foresten kell menni. Egy jó kis lezárt pálya. Milyen színnel legyek? Sárga az jó lesz. Úgyhogy kezdődjék a majál is. Villámháborút tervezek, amúgy azért egy gép ellen megyek, egy Hardest ellen. Az AI, a mesterséges intelligencia, ez sokkal jobb, van a originál, ami még a régi verzióban volt, de az elég béna igazából, hogyha ez kifejlődik egyszer, akkor ottan Isten legyen a talpán, aki megállítja. Na, lássuk. Általában villámháborút el szoktam cseszni, vagy a gazdaságot, vagy a támadást. Két dologra egyszerre nem tudok figyelni. Sok nyersanyagot állítottam bekezdésnek. Mindkettőnknek. Úgyhogy jó lesz ez. Na. És megpróbálok odafigyelni rendesen. Ebbe se voltam soha egy nagyon-nagyon professzionális félisten, de azért tudok ezt-azt. Gazdaságra menjek rá, vagy a támadásra? Ez itt mindig a nagy kérdés. Meg hogy át tudok-e menni a parasztjaimmal majd az ő területére. Nem lesznek hülye leopárdok. Ja nem, most farkancsok vannak. Malacot is kell majd valamikor vagdosni. Na, szedjük azokat a plebejus bárányokat. Sőt, ilyenkor még néha megpróbálok átkúszni az ellenfél területére. És az ő bárányait is ellopdosni. De nem, nem igazán célra vezető ez. Ott is van hülye bárány. Nem. Hagyjuk. Felderítőle az max azért menjen át, hogy borzolja a kedélyeket. Meg az út közben lesben álló farkasokat egy kicsit megcsapdossa. Na, nem. Kell, hogy full HP-n legyen. Ide jövök cseszegetni a parasztjait. De miért ide jöztök, parasztok? Nem mondtam, hogy a birkára menjetek? Aj, már itt az elején elcseszem az időt. 5 katonát legyártok, azzal átnézek kicsit. A féle helytartó csendőrök lesznek ők. Fát szedem már? Ja. Hogy áll a ló? Azaz, cseszegesse csak a parasztokat. Amúgy, ha visszatámadna a paraszt, simán leverné ezt a lovat, mert ez semmit nem ér. Aztán még egy paraszt... Iha! Na? Jön felmenteni? Vagy szimplán csak felderítget? Ez az, támadjátok a farkast. A paraszt nemes útját tisztogassátok majd. Mindig jól jön egy-két toronyszedő paraszt. Vagy mi az toronyépítő paraszt, hogyha átmegy. Így az elején. Kordában tartja a gépet. Hardest-re raktam egyáltalán? Jajaja, szerencsére. Na. Azt hiszem, hogy ez elég sok hús már. Úgyhogy amíg még itt tiszta a levegő, még nem kezdem meg a támadásomat, addig kell kihasználni a pihenő időt is disznókra vadászni. A disznó az eléggé sarkalatos pontja itt a kezdésnek. Ha disznót le tudod szedni idejében, akkor az már fél siker. De ne fordulj már vissza, te komótos sertés!
Röf, röf, töf, töf. Na azaz, töfög, töfög, csak össze-vissza. Úgyis halál vár rád. Halálra. Halálra Death Note-ra. Ez az, az egy darab felderítélő, az ott szépen... Na itt erre nem figyeltek, úgy látszik, amikor írták ezt az új mesterséges intelligenciát. Itt a... kezdést... néha eléggé elcseszi a gép. Azaz. Szedjétek csak az ormotlan Death Note. Na és itt kell most vigyázni, berakom. Hát pajzs állásba, de inkább följebb hozom, mert ha egyszer nem figyelek oda, ezek a baromarcúak képesek belefutni a főházba. Na, oké. Okay. Viszonylag stabil most a gazdaság. Most nem csesztem el a kezdést, mint a... De ne fordulj már vissza, te kótyonfigy manac. Utálom a disznót, amikor már van, hogy teljesen elcsalom a házamig. És onnan fordul vissza, és teljesen a kezdő pozíciójába visszamegy. Ez a szarházi. Na, így né. Most mehet a korlépés. Közben hogy áll a háború? Szarul, de büszkén. Ő is vág disznót, úgy hallom. Aha, itt disznóhalál hangot véltem felfedezni. És a gép is tudja, hogy a disznó, az bizony fontos. Így van, ezek nagyon nagy érvágások neki így kezdetben. Néhány parasztja megsínli a dolgot. Hú, nem fog kitartani ez a disznó korlépésig. Szeretném, hogyha hússzedés kitart, mert akkor tudom a malmot fejleszteni, és sokkal tovább kitartanak úgy a termőföldök. Nem kell olyan sűrűn újra csinálni, hogyha ki van fejleszve, de ez most nem jött össze. Csak csinálom a csóróföldeket. Ide is egy párat. Jó, és ezzel meg megindulok, mert... hát mondjuk egy paraszt az kevés itt megindulni, de... megindulok még kettővel. Gyertek, parasztok. A tökéletes lokalizációhoz szükség van. Toronyépítésre. Meg hogyha már itt vagyok, akkor fejlesztem a katonáimat is. Fejlesztem a favágót, meg a farmot. A gazdaságra is néha-néha oda kell azért figyelni, nem csak háborúskodni. Amúgy úgy szoktam általában, hogy két gépet rakok be. Az egyiket így megpróbálom levillámháborúzni. És ha összejön, akkor a másik addigra kifejlődik, de... én is a gazdaságomat, ha nem hanyagolom el, akkor én is ki tudok fejlődni addig. Na. Merre vannak a parasztok? Itten vannak. Úgyhogy... pofátlan módon... ide építek tornyokat. Haha. Azaz, a katonaságom közben itt helytartóként üzemel. Ajajajajajaj. Ilyenkor a parasztjaimat viszont megtámadja parasztokkal, úgyhogy inkább odavonom a csóró kis seregemet. Meg, de ne arra jönjetek már parasztok. A franc egye meg, na ilyenkor szar. Több dologra figyelni. Na ennyi, nem, egy pillanatig nem nézek oda, és már bemennek a katonái megdögleni. Áj. Meg szerencse, hogy már épül szépül a torony. Csinálok még egyet. És csinálok egy IS központot ide. Megéljük.
Közben gazdaságra is ránézek megint. Hú, kéne házat építenem, mert mindjárt betelek. Hú, ha, azt hittem erődöt épít ez a szar. Na ott aztán bebuktam volna a dolgot. Na, mint a villámháborút. Oké, még egy torony mehet, igazából kicsit közelebb is kúsztatom a parasztjaimat. Ez meg csináljon egy kovács műhelyt. Azért jó az íjász, mert beküldöm a toronyba, sokkal több íjat fog lőni. Gyertek csak parasztok, még többen is többen. Tétlen paraszt gombot is elég sűrűn kell nyomkodni. Kicsit gyalázgassuk még ezeket a parasztokat. Nem tudom, hogy ki fogok-e odáig fejlődni, hogy megmutassam, hogy miért japánt választottam. Ebben az új verzióban van egy nagyon jó kis fejlesztés japán szempontból. Ezt azért csinálom, ha esetleg valami csoda folytán kastélyba lépne, akkor elkezd faltörőket csinálni. Na ennyi, már nincs is katonám rohadt életben. Legalábbis gyalogosom nincsen, mert a íjászok azok szépen azért elmerülgetnek. Lassan, de biztosan. Na, kovács műhelybe közben egy kis nyilazást fejlesztök. Messzebbre lőjenek a tornyaim. Gazdaság stabil, mint a forint. És akkor még mit építsek? Hoppá, hoppá. Hoppá, csinálja az elejnyiászokat. Jó, hogy csináltam ide falat. Bizonyám, bizonyám. Nem szabad lebecsülni a gépet. Tud ő olyan dögledező pozícióból is feltámadni. Ember csak nézne. Ó, még itt van két katonám, de jó. Ilyen vég hátvédnek jók lesznek. Csináld, ne! Azt a sarokfalat nem tudom megcsinálni. Ez az. Termelődjetek csak íjász mesterek. Na, na, na. Jó van, akkor maradjatok ott. Na. Szerintem körülbelül most jól is állok. Őket addig berakom a toronyba, hogy ők is lövöldözzenek. Oké, és akkor korlépés. Gyerünk. Viszonylag kevés emberem szedi a fát, úgyhogy arra is vigyázni kéne. És figyelni. Jó. Ide jövök, pofátlan módon szedem az aranyát. Ha lenne fám. Ja, most vettem pár ijeszt, úgyhogy a fakitermelésem az kicsit megcsappant. Vagyis fakészleteim. És kitermelése éppen valami acélos. Mindegy. Parasztháború. Nem tudsz odáig ellőni? Nem. Kéne még ide egy-két torony. Csak a mihez tartásképp. Rakok is ide egyet. Csak időközben... Ázaz, gyere csak! Gyere csak közelebb. Dögölj csak meg szépen. Na, már nincs aranya, látom, már csak dárdavetőt tud csinálni. De a dárdavető az olyan mérhetetlenül béna egy alak, hogy az igazából még a parasztnak sem nagyon kell magát összeszarnia félelemtől. Na. Szépen
hal meg fele a gép. Ilyenkor is olyan hülye, egy ijász, vagy mi az az ijászával a parasztomat kezdi követni. Szépen csak bevezetem a tornyaim oltalma alá. Így mi? Mit csináljak még? Na, csak berakom őket ide. Egy kis... Csinálok egyetemet már, hogyha van elég fám hozzá. Ja. Hát nem igazán van már parasztja, ott van párat beszorulva. Kicsit még a hatótávot növelem a tornyaimnak. Ez az, lője csak a parasztot. Általában az utolsó egységig szokott a gép életben maradni. Nem szokta megvárni. Hogyha minden egységet kinyírom, legtöbbször feladja. Hiába van még csomó épülete. De valamikor az utolsó egységvásárló épületéig porig kell rombolni. Kíváncsi vagyok most, hogy lesz vele. És még ilyenkor se rest disznót vágni, ez az. Dúl a háború a falujában, de a disznóvágást azt mindenképp meg kell ejteni. Legalább a hangulat legyen jó, nem? Ennyi, a disznóvágás lesz a veszte. Kész. Disznó, legyél hálás érte, hogy megmentettelek. Na, úgy látom, hogy egysége az már egy darab nincs. Ja, de itt a felderítő ló. És ne mondja komolyan, hogy a felderítő ló miatt nem adta még föl. Minden esetre azt is megverjük. Már itt vagyunk békésen. Egy erődöt ide nyomunk a pofájába. Csak a dizájn kedvéért. Oké, igazából már tök mindegy a gazdaság. Ez ilyenkor már csak türelemjáték. Ott a felderítő ló. Ah, és nincs egy gyors egységem se, hogy ezt levadásztam. Francba már. És emiatt csinálják egy lovardát? Rohadt pejparipája miatt? Vagy becsöngetek, és remélem, hogy lelövöm. Gyerünk! Rohadt szemétló. Dögölj meg. Mindenkit alóra rá. Dögölj meg, te sátáni teremtmény. Na. Megöltem a lovat, de még mindig nem adta fel. Miért? Mit remél ilyenkor még? Jó van, csinálok egy-két petárdást, ezt lesz itt nem ulos. Még egy kis torony. Ja nem, most már nem tudok hatótávon fejleszteni. Ide jövök pofátlanul. Fölszedem a farmjait. Ez az igazi betelepülés. Retard petardokat csinálok. Hát most azt mondom, hogy összejött a villámháború. Bár ilyenkor jó lenne, ha még lenne még egy gép. És most nem akartam olyan hosszú menetbe belekezdeni. Na mi van, hol a petárdásom? Be is robbantotta magát. Hol vannak a petárdásaim? Hát nem igaz már. Ja itt! Barmok. Mondtam nektek, hogy támadjátok be a főházat. Na ennyi, feladta. Főháza leomlása végét jelentette. Ennyi volt ez a... Annyira epikusan nem volt béna a gép. Valamikor sokkal jobb, de... Tehát ebbe az új mesterséges intelligenciába ez a rossz, hogy villámháborúba semmi esélye nincs. Hogyha hagynám kifejlődni, akkor tényleg elég erős lenne. Főleg, hogyha többen vannak és egymással elkezdenek kereskedni, akkor fú, megállíthatatlan hullámba ontják az egységeket feléd. De így egyedül és villámháborúzva esélytelenek.
Na, ennyi volt a mai mese.